Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Köszönjük Péter Jöst és Szanyi Tibort! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Hát mindegyik témánk ugye nagyon fontos, de Szanyi úr, engedje meg, hogy önnel kezdjük ezt az interjút, ezt a ma reggelt, ezt a beszélgetést, hogy miért pont önnek jutott eszébe ez a javaslat, ötlet, felvetés, hogy kéne szondáztatni a parlamenti képviselőket. Szerintem ez másnak is eszébe jutott már, csak valahol talán a bátorság hiányzik, hiszen... Már mihez kell bátorság? Hát az, hogy egy ilyen javaslatot betoljon valaki a parlament figyelmébe, mondjuk így, bár itt igazából nem is annyira a parlamentnek van dolga, hanem az elnöknek, aki egyébként eddig is szabályozta ezt a kérdést, mitőbb eddig is tilos volt, bódult vagy hasonló állapotban dolgozni, közlekedni az országgyűlés összes épületében, nem csak a képviselőknek, hanem mindenkinek, csak éppen nem volt hozzárendelve semmiféle ellenőrzés. A mi, vagy az én, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak a javaslata, iszom stílusosan, a javaslatunk az az, hogy oké, ha már van egy rendelkezés, akkor legalább az ellenőrzést rakjuk mögéje, és tulajdonképpen ennyi, hogy miért? Hát igen, legutóbb is volt egy eset, hadd ne nevezzem meg, mert nem szeretem, amikor valakit meghurcolnak, volt egy eset, amikor az egész sajtó zengett attól, hogy XY így meg úgy bódultam volt az ülésterembe. Ez most már évtizedek óta időnként fölröppen valakiről, hogy ő ittasan van, és soha erről semmilyen vizsgálat, ellenőrzés, de még neki sincs lehetőség, ön hogy ott helyben megvizsgáltassa a parlamentben? Ön nem fordult el a parlamentben soha, most őszintén, hogy ivott volna előtte, és úgy ment volna be? Hát velem nem, de szerintem másokkal sem. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy volt ilyen, aki, de még az illetőnek sincs arra lehetősége, az ellenőrzési infrastruktúra hiánya, hogy azt mondja, hogy kérem, adjatok egy szondát, belefújok. Rik Dajos indokoltnak tartja ezt? Tehát hasonlóan gondolkodik, hogy valóban egy létező problémának a megoldása lehet? Létezik ez a probléma igazából? Azt gondolom, hogy ez egy társadalmi elvárás, tehát, és hogyha ezt lehetne fokozni, hiszen ha abból indulunk ki, hogy a parlamentben józan gondolkodású képviselők kellenek, és itt a tágabb értelemnek, itt az asszociációba a lényege, nem csak az alkoholos befolyásoltságot, hanem mondjuk esetleg a bódultság más szakaszát, esetleg kábítószer, vagy egyéb élvezeti cikkeknek a befolyásoltsága alatt. Volt olyan országban, ezt már megcsinálták. Érdekes lenne az, én benne is lennék ebbe a kísérletbe, sőt képviselhetném is ezt az egészet, hogy nézzük már meg, hogy az ott ülő országgyűlési képviselők életük folyamán fogyasztottak-e kábítószert, hiszen mindenki a kábítószer ellen van, és ez így helyes, de úgy lehet ezt teljes mértékig képviselni, ha ő életében nem próbálta ki, és nem nyúlt ilyen szerhez. Azt is indokoltnak tartaná, hogy ezt is mérjék, vagy ezt is legyen erre egy szonda, vagy egyfajta teszt, amivel ezt ki lehet mutatni? A kábítószernek a fogyasztását egyetlen egy alkalommal kell, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk egy éven belül... Ez egy önbevallás lehet nyilván, de arra utalok most, hogy ez probléma ezek szerint, ön szerint a parlament? Én azt gondolom, hogy igen, hiszen akár legyen az alkohol, akár kábítószer, és ezt kipróbálta, vagy rendszeresen fogyasztja bármelyiket, az az ő gondolkodását is nagyban befolyásolja, és ezért mondtam azt, hogy józan gondolkodású parlamenti képviselő. Hát meg azért figyeljetek most, mármint nem önöknek mondom itt tegeződő, hogy figyeljetek, hanem inkább magunknak. Azért alapvetően az ember bármilyen munkahelyből indul ki, ott biztos, hogy valamilyen szankció követni azt, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt menne dolgozni. Az országos a parlamentben is akkor ezt talán joggal lehetne elvárni. Országos mentőszolgálatnál belépés előtt szúrópróbaszerűen szondát kell fújni a bajtársaknak. Ott, hogyha kiderül az, hogy ő bármilyen alkoholos befolyásoltság, akár még csak másnapos is, eltávolítják a munkájából, azonnali hatállyal felmondanak neki. Országos mentőszolgálat, egészségügyi dolgozók. Országgyűlésbe, ugye itt már más a helyzet, itt nem ellenőrzi senki. Tegnap a kollégánk mondta, hogy még parlamenti tudósítói időszakából emlékszik rá Sztázsánszky Feri, hogy a parlament büféjében rövidítalt is lehet kapni. Ez mai napig így van? Ezt nem tudom, bár igazából nem is az a gond, hogy lehet kapni, vagy nem lehet kapni, hát bármelyik közértbe lehet kapni, az utcán is lehet sétálni. Tehát a helyi büfébe, azért nem jellemző. Nem, most nem jellemző, de én azt mondom, hogy a fogyasztás a lényeg, és nem pedig az, hogy lehet-e kapni. Most elnézést, hogyha valaki egy fáradt nap után hazamegy, és a büfébe megiszik egy pohár bort, én nekem azon semmi kifogásom nincs, de ne menjen vissza az ülésterembe, meg BKV-ra szálljon, vagy taxiba üljön, stb. Tehát igazából nekem nem
ez a probléma, hanem az, hogy valaki, ha nem is lehet kapni, és részegen megy be, az ugyanúgy, tehát én a fogyasztás oldaláról szeretném ezt elkapni. Igen, de azért az is egy fontos dolog, mint hogy a közlekedésben a zéró tolerancia elve érvényesül Magyarországon, a parlamentben lenne valamilyen megengedett határérték? Nézze, az igazság, hogy én Székely Sándornak, az ISZOM országgyűlési képviselőjének hívtam fel a figyelmet, hogy fontolja meg, hogy tegyen ilyen javaslatot. Tegnap értesített arról, hogy ő bizony előkészített egy javaslatot. Hát az jóval szigorúbb, mint amit én gondoltam, ez egy totális tilalmat rendelne. Tehát úgy, ahogy szerkesztőasszony is említette. Igen. Szerintem ezt így kibeszéltük, ezt a kérdéskört. Én nagyon szeretném, hogyha a többi témára is lenne időnk, úgyhogy nagyon gyorsan egy tegnapi friss hír, mely szerint ugye a Honvéd Kórházba, a Hős utcába vezényelték azokat az egészségügyi dolgozókat Hévízről és Balatonfüledről, akiket áthoztak, hogy ugye a budapesti Honvéd Kórházat támogassák. 4-1-as szobákba, kollégiumszerű ellátásba a vasutasok szakszervezete hozta nyilvánosságra közös mosdó. Mennyire tipikus ez az eset, és mennyire tartják elfogadhatónak, vagy elfogadhatatlannak? Elfogadhatónak, vagy elfogadhatatlannak? Hát, hogyha a Hős utca neve felmerül bárhol, akkor mindenki egyetlen egy dologra gondol, amiről az előbb beszéltünk, a drogra. Tehát én azt gondolom, hogy az alvilágnak a legalja az az utca, és itt nem az utcában élőknek és az ott lakókra gondolok, hanem az ott folyó tevékenységre. Egy ilyen helyen elhelyezni egészségügyi dolgozókat, akik a frontvonalban dolgoznak, és a Covid osztályokon mentik az életet, én azt gondolom, hogy megalázó. A terrorellátási központnak a kollégiuma, tehát nem... Attól függetlenül még a drog létezik abban az utcában, és ezt tudja a terrorellátási központ és a készeléti rendőrség is, csak az utca másik nagyon oldalán. Nagyon sok minden változott egyébként az elmúlt időszakban, az elmúlt években, de kétségtelen, hogy egy problémás körzetről van szó, igen. Akkor közelítsük meg máshonnan. Megérdemelnék ezek az egészségügyi dolgozók, hogy mondjuk egy ötcsillagos hotelba helyezzék el őket megfelelő körülmények között, mert én azt mondom, hogy igen, megérdemlik. Megérdemelték-e ezt, vagy mivel érdemelték ki ezt a szálláshelyet? Nincs pénze az egészségügyi minisztériumnak, vagy az államtitkárságnak annyi pénze, hogy normális körülmények között, amikor ledolgoznak 12 órát egy COVID intenzív osztályon, akkor minőségi pihenést tudjanak biztosítani ezeknek az embereknek. Hát nagyon szegény országban élünk, hogyha ezt nem tudták biztosítani. Menjünk tovább. Még szintén azért a COVID-hoz kapcsolódóan pont említette még, mielőtt elkezdődött volna a mai adásunk, hogy milyen sok beteg van. Rengeteg. Ugye éppen ügyeletből érkezett ide be a stúdióba, ugye? Tegnap 12 órán szolgáltam. Bocsánat. Az országos. Igen, igen. És ugye említette azt, hogy milyen sok a fertőzött, annak ellenére, hogy sokan úgy fekszenek bent a kórházba, hogy már túl vannak réges-rég a második oltáson, sőt, sokan ugye már a harmadikon is. A saját tapasztalása ezen kívül még micsoda, mit tudna elmondani? Nagyon nehéz ilyenkor tanácsot mondani, hiszen ugye az oltások tekintetében az volt a virológusoknak és szakembereknek a javaslata, és nem is szeretnék a szakemberekkel ebbe vitatkozni, mert igazuk van, hogy az oltás valamilyen szinten megvéd a súlyos betegségektől. Viszont a hétköznapi emberek is, és mi is, amikor dolgozunk az országos mentőszolgálatnál, vagy a kórházba dolgozó nővérek, azt látják, hogy ahogy ön is mondta, hogy harmadik oltás után is kerülnek be sürgősségi osztályra fulladásos tünetekkel, rossz közérzettel a betegek. Egy igazság van benne. Tehát az oltás attól megvédheti az egyént, hogy súlyos tünetei ne legyenek, és intenzív terápiás kezelésre ne szoruljanak, és ne legyen áldozat annak a munkásságnak, amit Kásler Miklós most az elmúlt héten kifejtett, hogy 20 betegre jut majd egy orvos és 5 nővér. Most kérdezem én, hogy ez a 20 betegre jutó 5 nővér és egy orvos, mert nem mindegy, hogy milyen osztályon van, ha egy rehabilitációs osztályon. Az intenzívre azt mondták, hogy ott 4 beteg juthat egy intenzív szakfelügyeletre. Hát akkor ott mindenki tegye össze a kezét és imádkozzon azért, hogy oda ne kerüljön be, hiszen a teljes ellátáshoz azért egy nővére az ideális az, hogy egy nővére maximum 2 beteg és 5 betegre egy orvos. Ennek függvényében indokoltnak tartanának bármilyen szigorítást a járványügyi intézkedések vonatkozásában? Érdemes körülnézni a nagyvilágban, tehát nagyon sok mindenre van tapasztalat, illetve ezeknek a különböző intézkedéseknek van eredménye. Én alapvetően annak vagyok a híve, és a pártom is annak a híve, hogy azért Kiki a maga módján tegyen meg mindent. De elég ez? Itt van Kiki maga módján, itt a...
Én azt mondom, hogy egy kellő propagandával ezt el lehet érni, mert tulajdonképpen lehet ezt itt össze-vissza szabályozni. Láttunk ilyen képsorokat, csak példának mondom, hogy megérkeznek a nagy állami vezetők Európában, Brüsszelben, a tanácskozások szinterére, kiszállnak a kocsiból hatalmas nagy maszkal, majd amint belépnek a terem, az épületbe leveszik magukra. Tehát igazából én azt mondom, hogy az emberekben nyugodtan meg lehet bízni. Tehát, hogyha őket szépen megkérik, hogy ezt, meg azt, meg amazt csináljon, ajánlásokat is tesznek. Például ma még a boltokban egyáltalán nincsen ez a kötelezettség, lehet, hogy lesz. Ezzel együtt ma már a többség hordja. Tehát én azt hiszem, hogyha nem csak ilyen dír-dúr, ilyen poroszosan parancsolgatunk meg ez, meg aztán megkérjük az embereket, hogy jobban figyeljenek, és én ezt nem látom, hogy megkérnék az embereket, hogy jobban figyeljenek, akkor már jutnánk előre. Rázza a fejét. Annyira kettős kommunikációt folytat a kormány. Amikor azt mondják, hogy korlátozásokat nem akarnak bevezetni, de kérik a maszk használatot és a távolságtartás, közben pár nappal ezelőtt egy 1000 fős Fidesz kongresszus láthattunk, ahol semmilyenféle védőfelszerelés nem volt, távolságtartás abszolút nem volt, és elvárjuk az emberektől, hogy higgyenek a politikusoknak, hogy mi így meg tudjuk fékezni a járványt. Hát abszurdum. Ha már említette a Fidesz kongresszust, érdemes két szót váltani róla. Azt mondta Orbán Viktor, hogy soha nem látott napok következnek, olyan szintű támogatást kapnak a családok, mint soha korábban. Mit gondolnak, milyen hatása lesz mindennek? Nyugdíjprémium, 13. nyugdíj, családi adó visszatérítés, 6 havi fegyverpénz, szociális dolgozóknak a 20%-os béremelése, egy komplett sor van arra, hogy ki mindenkinek lesz könnyebb majd 2022. januárjától. Ez egy kisebb pénzeső, és ennek tagadhatatlanul van hatása, vagy lesz hatása. Ez egyszerűen buta lenne az, aki azt mondja, hogy ennek nincsen. Én azt gondolom, hogy ilyenkor az ellenzék feladata az, hogy rámutasson arra, hogy ebben mi a parasztalkítás, mert azért az. Csak mondok egy példát, hogyha megnézzük az idei inflációt, és összehasonlítjuk egy átlag nyugdíjjal, akkor tulajdonképpen az áremelkedés már most novemberig 80.000 forintnál többet vitt el. Tehát igazából ez a 80.000 forintos kipótlás, ez nem valami adomány, hanem még szinte a januári szintet se érik el az emberek az életszínvonalukba. Ezekre kell rámutatni, hogy tulajdonképpen itt azért messze mennek nem valami adományokról van szó, hanem még ami jár, még annál is kevesebbet oszt ki a kormány. Ez az egyik. A másik pedig az, és ez nagyon fontos dolog, hogy ki lehet ragadni különböző mutatókat, de az életszínvonalat, a szociális helyzetet, kiváltképp a bérek színvonalát tekintve Magyarország gyakorlatilag az Európai Unióban az utolsó sereghajtó. És azért ezt igen, nem lehet. Az inflációt azt mindig korrigálni szokták a nyugdíjakban, azt tanítsuk. Azt én értem, csak hogyha először elvitte a pénzemet, és utána félig korrigálják, az reál értéknő. Hát az infláció is minden hónapban megy, akár minden hónapban lehetne a nyugdíjakat igazítani. Ja, sajnos lejárt az időn, csak egy mondatot mondjon Tapolc, aki tart a mellett, hogy nem mutatják be a Kálomista Gábor filmjét? Ugye itt egy lehetőség van, tehát ez nem tiltás, hanem lehetőség. Ez olyan, mintha egy ember elmegy az étterembe, a pincér azt mondja, hogy mai menünk túrós csúsza harcsával, és de azt nem szeretném. Szeretem magát a túrós csúszát, de most nem kérem. Tehát maradnak ennél az álláspontnál. Köszönjük. Én azt gondolom, a polgármester, amit nyilatkozott, az helytálló. Köszönjük szépen. Köszönjük.